És ez egy, hogy mondjam, most próbálok ezért önreflexiót gyakorolni és felfedni, hogy ez sokszor irítséget vett föl. Ez ráadásul pont akkor történt, amikor az LMP-ben a öntökön lövésbe volt, tehát a kettőnek a Vagyis bármikor az időben. Ez annyira hagymázas nekem, mint amit a Torockai mond, hogy északi civilizáció, és akkor ezzel is el lehet fedni azt, hogy orosz propagandát folytat a mi hazánk szerintem. Ezt csak azért akartam így elmondani, mert ami most folyik az ellenzékben, az a gyűrűk vége jelenet, amikor az orkok jönnek, meg a törpék, meg a mindenki, egy ilyen teljes káosz, itt nem népi urbánus ellentét van, itt nem vegánkaja versus tokaszalonna van, itt nem foci-nem foci van, itt nem ö, konzervatív, illetve LMBTQ értékek vannak, hanem itt az van, hogy elit van, és nem elit. És, és amikor ilyen hírek jönnek ki, hogy Orbán az ungár családnál nyaral, én ezen csak röhögni tudok, és ez is, sajnos, hát ezt ezt a képünket erősíti. Ezt Csurka István úgy mondta, hogy Kisországban egy csőcselékünk van. Öm. Ungár Péter, köszönöm, hogy eljöttél velem beszélgetni, és szerintem mondjuk is el, hogy mi a beszélgetésnek az apropója ugyanis neked van egy YouTube csatornád, ahol Gyurcsány ferenc beszélgettél különböző témákban, és ez engem inspirált. Én ezt megkritizáltam egy videó formájában, és erre rá, miután publikáltam ugye ezt a videót, utána kaptam egy megkeresést tőletek, hogy lenne kedvem beszélgetni veled. És én bevallom, hogy hezitáltam egy-két napot, hogy elfogadjam-e, vagy hogy miért Kaptam ezt a megkeresést egyáltalán tőletek, de úgy gondoltam, hogy az csak pozitív lehet, ha két ember leül egymással beszélgetni, még akkor is, ha nem értenek egyet, és politikáról beszélnek, még akkor is a különböző helyről jönnek mondjuk. És akkor itt felismerül az első ellentmondás köztünk, a gyurcsány probléma, hogy mi teljesen más gondolunk a gyurcsány szerepéről az ellenzékbe, vagy a politikában egyáltalán. Nekem az az álláspontom, vagy hát másoknak az álláspontját én magaménak érzem, hogy Gyurcsány, amíg a színen van, addig Orbán-Viktor rendszerét nem gondolom, hogy le lehet váltani, illetve autonóm ellenzéki politizálást sem lehet folytatni mellette. Két okból gondolom ezt: azért, mert a magyar ember nem szereti a változást, és nagyon nehezen tud elképzelni egy olyan alternatívát, aminek nem részese Gyurcsány Ferenc az ellenzék részéről, illetve hát Gyurcsány Ferenc személye annyira terhelt már, ugye az összödi beszéd óta, hogy igazából az emberek azt látják, hogy ha ez az Orbán rendszer le lenne váltva, akkor gyakorlatilag a 2010 előtti világ jönne csak vissza. És nagyon érdekelne, hogy te miért gondolod azt, hogy most ügyek mentén lehet politizálni, illetve hogy nem Gyurcsány Ferenc az első számú kerékkötője annak, hogy itt az Orbán rendszert mondjuk le lehessen váltani? Hát, én köszönöm a lehetőséget. Szerintem a magyar politika egyik nagy problémája, hogy nagyon kevés ilyen higgat jellegű beszélgetés van, hanem a legtöbb beszélgetés az általában valami ordítás, moralizálás egyoldalú kinyilatkoztatása, ellenzéki politika szerintem ebből a szempontból, bizonyos szempontból, még a kormánypárti politikánál is rosszabb állapotban van a tekintetben, hogy nem gondolatokat fogalmaz meg, hanem különböző ilyen egybites, teljesen érdemtelen hülyeségeket mond, és én ebből próbálok az lmp vel együtt kitörni, és ezért is kerestünk meg téged, hogy ezeket a véleményeket tudjuk árnyalni. Most kezdjük Gyurcsány Ferenccel. Ez egy ilyen politológusi Toposz ez a Gyurcsány Orbán dolog. Én nekem az a véleményem, hogy azért Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktornak a szorításában van a magyar politika, mert ők ketten a legtehetségesebbek. Uh -huh. Ez ebből adódik. Én azt gondolom, hogy aki leszeretné az ellenzéki oldalon belül váltani Gyurcsány Ferencet, az nála jobb politikát kell, hogy csináljon, tehát ezt így lehet elérni. Én nekem nagyon súlyos véleménykülönbségeim vannak vele. Ezt uh, volt az epilista lista vezetővé választásomkor egy beszédem. Az egyetlen ellenzéki politikus, akivel gondolati különbségről beszéltem, az Gyurcsány Ferenc volt, mert Gyurcsány Ferenc mondta azt, hogy nincsenek uh, ügyek, csak Orbán Viktor van. A, azok a kommentelők, akik a legradikálisabb ellenzékiek, és leírják, hogy most az mindegy, hogy én egy fidesz vagyok, illetve, hogy semmi mással nem lehet foglalkozni csak Orbán Viktor szemével, azoknak a gondolatát valójában a legigényesebben Gyurcsány Ferenc jeleníti meg. Ez az egyszerű mondatban benne van ez a radikális hát. ellenzéki stratégia, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van. Én ennek az ellenkezőjét gondolom, hogy valójában Orbán Viktor nem kéne, hogy legyen, és csak ügyeknek kell kéne foglalkozni. Tehát nekem súlyos véleménykülönbségeim vannak vele. Ennek ellenére azt gondolom, hogy azoknak az embereknek érdemes lenne vizsgálatot tartaniuk, akik a kettő előválasztási forduló között Karácsony Gergely visszalépése után megénekelték, hogy már Kizaj Péter kell ahhoz, hogy leváltsuk az Orbán kormányt, és mindenki, aki nem már Kizek Péter támogatta, az éppen akkor volt fidesz -Bérenc. Majd ezek után nagyobb vereséget szenvedtünk, mint valaha. Tehát ebből adódóan azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek, mielőtt a következő stratégiát megalkotják, egy kicsit mondjuk szerényebben is lehetne fogalmazni. Uh -huh. én, én meg azt mondanám, hogy van Gyurcsány probléma, van Orbán probléma, és tök jó, hogy vannak ügyek is. Most ugye Divatja van ennek, azt is mondhatjuk, hogy nekiálltak az, a politikusok ügyek mentén politizálni, ugye ti is egyébként nekem nagyon szimpatikus ügyeket tűztetek a zászlótokra, az akugyára kelleni küzdelem, az otthon gondozottakkal szembeni méltatlan ö, szociális körülmények, de én azt érzem, hogy egyrészt ezzel a politizálással az LMP vagy az ellenzéki oldal ugye hát egy jó tíz évet elkésett, és itt közben egy kőkemény autokrácia kiépült, és azzal, hogy, hogy itt most ügyek mentén elkezdtetek ti is politizálni, Vona Gábor is ugye most visszalépett a szintére, és ők, ő, is kőkeményen ügyek mentén, most már nem a cigánybűnözésről lehet hallani, hanem a cigányoknak az integrációjáról, ugye ez az egyik fő programpontja, hát ez fantasztikusan hitelesen hangzik nekem, de hogy, de hogy ti is azután, hogy ugye itt a füstös hátsó szobákban való ügyletek, a taktikai összefogás, a stratégiai összefogás nem működött, akkor a teljes összeborulás sem működött 2022-ben, most így előálltok azzal, hogy, hogy itt ügyek mentén kellene politizálni, és ez nagyon jól hangzik, mert nagyon szimpatikus, csak, csak én ezt egy elkésőbb. Szállasszuk szét, amit mondasz, és ezért nagyon örülök, hogy tudok veled beszélgetni, mert nagyon sok olyan Politikáról alkotott toposszal tudok így szembesülni, amiket sokan mondanak, meg nagyon szerepel a közírásban, meg az ilyen ö, politikál foglalkozó emberek között, amiket én személyesen nagyon igaztalannak érzek. Az egyik, beszéljünk erről. röviden erről, a milyen rendszerben élünk, kérdés. Na, ez nagyon jó, igen, igen. igen. Mert azt mondtad, hogy autokrácia van. Engem, akik ismernek, azok is, akik rendkívül nem szeretnek. Tudják, hogy én a 2022-es választás előtt három-négy napig úgy járkáltam keltem az országban, hogy mi nyerni fogunk. Tehát én ezt elhittem. Meg lehet kérdezni Márkizai Péter kampányfőnökét, én tényleg elhittem. Nekem az a meggyőződésem, mert én hiszek a Istenben, az irodalomban és a keretes szerkezetben, hogy mivel egy fülkeforradalommal jött létre ez a rendszer, azzal is fogják leváltani. Nekem ez a meggyőződés. Szerintem ez egy választás útján leváltható rendszer. Lehet ebbe vitatkozni, tehát lehet azt mondani, hogy te ezzel nem értesz egyet, tök legitim vita, lehet, hogy tévedek. De mi az LMP-ben ezt gondoljuk. Ennek mik a logikai következményei? Az egyik logikai következménye az, hogy elindulunk a választásokon, bemegyünk a köztévébe, úgy teszünk, tudjuk, hogy sérült a jogállam, tudjuk, hogy attól még, mert valami választáson leváltható, a feltételek nem egyenlőek, de megpróbálunk úgy tenni, mintha azok lennének, azért, mert nincsen más logikus reakció arra az elemzésre, amit most mondtam, hogy ez választás útján lejárhat, vagy leváltható, és ezért csináljuk ezeket a dolgot. Én azt szeretném kérni a nézőktől meg tőled, hogy amikor azt mondja a főleg, főleg a momentum, a párbeszéd, Márkizai Péter, Hatházi Ákos, meg ö, különböző politikai mikiegerek, hogy ö, ez a rendszer nem választás útján leváltható. Majd alakítanak egy pártot, hogy elinduljanak egy választáson, hogy valaki ezt az ordító összefüggéstelenséget kérje már tőlük számon, hogy maga elmondta, hogy diktatúra van, <laughs> majd utána alapít egy pártot Márkizai Péter, tehát elindul jelöltként, hogy leváltsa Orbán Viktort. Elmondja, hogy választáson nem lehet, majd alapít egy pártot, hogy elinduljon egy választáson. De még egy dolog, ez, ez az egyik, amit mondtál, ez az autó. Tehát lehet az, hogy erre válaszolsz, és akkor ezt Jó, Igen, pont ebből jön a hatházinak mondjuk az érvelése, hogy ettől váltok ti ő, felsége ellenzékévé. Attól, hogy itt nagyon szépen ügyek mentén meghatározzátok saját magatokat, elmentek mindenhova, szétharsogni, ez tök jó, nagyon jó, de ha egy bizonyos 10-15 százalékot elérnétek, akkor onnantól kezdve mindenki tudja, hogy mi történik magyar ellenzékbe. Két oldalról kezdik el, innentől kezdve ledarálni az ilyen ambícióval a politikai szintérre lépett embereket, az egyik oldalról Gyurcsány Ferenc, a másik oldalról Orbán Viktor. És nem mondtad meg egyébként, hogy mit gondolsz, hogy ez egy milyen rendszer, itt a pártársad részéről, Kanász Nagy Máté részéről azt hangzott el, hogy egy, ez egy vezérdemokrácia, amiről én fogalmam nincs mit jelent, ez kb. annyira... Ez a, a körösségi könyvből van, azt hiszem. Ez annyira hagymázas nekem, mint amit a Torockai mond, hogy északi civilizáció, és akkor Fff. ezzel is el lehet fedni azt, hogy orosz propagandát folytat a mi hazánk szerintem hogy vezérdemokrácia semmit nem jelent számomra, ha már azt mondja valaki, hogy hibrid rezsim, az is egy ilyen megfoghatatlan dolog, én azt gondolom, hogy választásos autokrácia, vagy spin diktatúra, ami... Ez a szóalkotás, ez ennek, egy nagyon régi ilyen magyar hobbija, leírhatatlan... Ez nem magyar valósok. hobbi, ez például Szergej Guriev írta meg a könyvében, Igen? a Spin Diktátorok könyvében, és azt mondja, hogy... Ez nem összekeverendő a 20. századi diktatúrákkal, ahol ugye nagyon keményen, represszíven, erőszakkal uh -huh. tartották kézben a hatalmat, és ez nagyon sok ember életébe került. Itt a 21. században spin -diktatúrák vannak, puhultak, és a médián keresztül, a kommunikáción keresztül van a hatalom megtartva. Azt ugye tudjuk, hogy a Fidesznek a politikája az mondjuk 80 százalékban kommunikáció. És még itt visszatérek a, a választásra, hogy választás útján leváltható-e a Fidesz, én is azt gondolom, hogy igen. Csak ez egy olyan sakjátszma, ahol a Fidesznek van mondjuk négy vezére, nyolc bástyája és kétszer annyi gyalogja. Míg az ellenzéknek van egy vezére, ez a vezér Gyurcsány Ferenc, és ez a vezér még a saját maga oldalán is leüthet bárkit, nincsenek bástyái, és mondjuk fel annyi gyaloggal rendelkezik. És most lehet-e győzni egy ilyen sakjátszmába? Hát persze, hogy lehet, csak így a matematikai esélyen felül nem sok értelmét látom ennek. Én azért tartom nevetségesnek ezt a ö, és amit a kanász nagy mond, az egy, tehát az nem olyan, mint az északi civilizáció abban a szempontból, hogy ez tényleg a magyar politika tudománynak egy kiérlelt mondása. Én nem olvasom ezeket, nem vagyok politikatudós, nem foglalkozom politika szerintem a politikusoknak jó, ha alapvetően nem foglalkoznak politikatudománnyal, mert aki benne van valamibe az nem annyira tudja leírni, hogy az micsoda, tehát az annyira közel van egy dologhoz, hogy nagyon nehezen tudja leírni. Azért redukáltam erre a kérdésre, hogy választás útján bármennyire leváltható vagy nem, mert ennek vannak logikai következményei a cselekményben. Az, hogy ez most egy spin-diktatúra, vagy egy vezérelvű demokrácia, vagy egy hibrid rezsim, ezek politológiai fogalmak. A... Jó, csak meg kéne határozni, mivel szemben Ö, vagytok ti ellenzékek. Akkor, ha nincs ez meghatározva, akkor. De, de hogyha bármit van lehet mondani. lehetőség, akkor ezt megtenném. Egy gyurcsányos de. példával már azokat a nagyon szenvedélyeseket. Nagyon szeretem. Ö, tehát gyurcsány ferenc szemben az összedi beszéd a Kosut jött ki. Ha egy hasonló hangfelvétel lenne Orbán Viktorról, ma nem jön neki a Kosut rádión. Ez egy elég objektíven leírható különbség a két kormány. A gyurcsány kormány meg az Orbán ah, kormány. Ahogy mondjuk Orbán Viktor nyaralása nem is jött le, se a Mandineren, se az Origó. Mandinere lejött. Lejött, én nem találtam, amikor én megnéztem. Én a, a sajtófigyelésben láttam a saját reakciómat. Ja, okay. Én e kerestem, igen. és nem találtam, igen, se az m 1 nem találtam. Igen. de bocsánat. De ez, ez a, ugyanez a téma, természetesen. Akkor most az van, hogy mi a különbség a két rendszer között. Az, hogy például az államilag finanszírozott média, meg az egész létező médiastruktúra nem hatalom kritikus. Ez egy objektíven különbség a történetből, amit elmondtunk. Lehet ide az orványaralást hozni, lehet, de amúgy, hogy egy fontosabb kérdést mondjak, beszéljünk arról, hogy a közmédia nem jön le, hogy Magyarországon mennyi az élelmiszerinfláció például. Igen, ez egy tényleg objektív különbség. Lengyelországban, a köztévében, voltam kin, tehát semmi különbség nincs a Magyar Köztévé meg a Lengyel ne? között elfogultság tekintetében. olyan és mondjuk az orosz köztévés hasonló. De olyan rendszere a magyar, mint az orosz? Nem, mert és nem esnek ki emberek az ablakon, Oroszországban nincsenek. Nincsen olyan, hogy a moszkvai főpolgármester egy másik pártból van, aminek átadják a hatalmat. De azt elmondhatjuk, hogy ugyanarra mintára törekszik. De ezt akarom Orbán mondani. Viktor, csak az erőszakot a lehető legminimálisabbra folytatni. Nem értek le. egyet, nem csak, értek csak egyet. Csak sokkolókkal lehet mondjuk. Nek, én voltam sokoló. elég sokat, de, hónapokat voltam Moszkvában, nekem vannak orosz ellenzéki ismerőseim, szerintem összehasonlítani az Orbáni rendszert a Putyini rendszerrel, ezeknek az ellenzékeknek a szenvedései, de valójában esettől nagyon mérges tudok lenni. Hadd hát fejezem be. Ha szerintem tudod, mi nagyon jó hasonlat, ha világpolitikai, a lengyel hasonlat szerintem részben nagyon jó, meg lehet nézni a bírósággal való, a médiával való viszont, egyszer az van, hogy nem volt kétharmada soha a jogi igazságosságnak a ö, választási törvényt átírni, és ebből látszik, hogy ez a bizonyos szempontból a leválthatóságát könnyebbé teszi, bár szerintem veszíteni fog az ellenzék, és a jogi igazságosság fog újra nyerni. És az izraeli egy nagyon jó hasonlat. Tehát a Netanyahu tartom még egy nagyon jó hmm. hasonlatnak, ott személyes közeli kapcsolat is van. Tehát szerintem a Putyin rossz hasonlat, Törökországhoz én nem értek annyira, hogy mondjuk az Erdogán jó hasonlat, vagy nem, de azt tudom mondani, hogy Izrael, meg Lengyelország szerint szerintem egy elég jó összehasonlítás. Lengyelországban, ahol mondom, a választási törvényt nem tudták átírni, nem volt kétharmaduk, ott elindul az ellenzék a választáson, és így szeretnék visszatérni. Ha diktatúra van, akkor nem vagyunk Szeged polgármestere, diktatúrában nincsenek. Én nem gondolom, hogy diktatúra. lenne. Én értem, de van, aki ezt mondja. Tehát azt akarom kifelásítani. ez a diktatúrának a fogalmát devalválják el, én Így úgy van. gondolom. És majd ha lesz egy rendes diktatúra itt Magyarországon, akkor nem tudom arra. De nem mit fogunk mondani. Igen. De Persze. ezt akarom mondani. Tehát visszatérve. Nekünk az az elemzésünk, hogy ez a rendszer választás útján leváltható még egyszer lehet ezzel vitatkozni, lehet ettől bármit gondolni. Egy dolgot ismerjenek el nekünk elempének, hogy mi. Ezt koherensen utána végigvisszük. Szerintem egy jogos elvárás tőlünk a többi párt irányába, hogyha ők is megfogalmaznak ezzel ellentétes állításokat, akkor azt a maga koherenciájába gondolják végig. Mondok egy példát. Emlékezzünk vissza a, ebben a ciklusban lévő Orbánc bérendszkedésemnek a kezdetére, a beülünk-e az országgyűlésbe című, senkit nem érdeklő vitára. Tehát. Emberek elindultak egy választáson, ahol tudják, mi a választási rendszer, majd elvertek minket, mint jég a határon, majd azzal akartuk megalázni azokat az embereket, akik úgy döntöttek, hogy nem kérünk belőlük. Tehát nem azt mondtuk, hogy elfogadjuk ezt a kritikát, hanem azt mondjuk, hogy mindenki hazudott. Utána bemegy a momentum az elejére, leteszi az esküt. Jó, jó, ez már momentumnak a képmutatására. Majd szóval. utána, hogy fölvegyék a bizottsági helyeket, majd utána kivonulnak a alakuló ülés 8 és feledik percébe. Ott, én ott ülök a fideszesek mellett, ez ugye Kövér László osztotta be. És kérdezgették tőlem ilyen, ilyen tényleg ilyen kíváncsiságban, hogy te érted, hogy mikor, melyik, miért megy ki? És nem tudtam válaszolni, de tényleg nem értettem, hogy milyen logikája volt annak. Hatházi Ákos, a radikális ellenzék sztárja elmondja, hogy nem lehet letenni, az, hogy nem teszi le az esküt, mert aki leteszi az alakuló ülésen az esküt, az egy szörnyű minőségű ember. Majd leteszi az esküt, amikor engedik négy hónappal később. Mi változik? Hatházi Ákos egyébként elmondta, hogy ő ezeket a bizonyos alkukat megköti, ő felvette a mandátumát, ő felveszi az alapfizetését, elmondja, hogy ő semmilyen kamubizottságban nem hajlandó beülni, kiszámolta az ő felesége, hogy ezzel egyébként a négy éves ciklus alatt ő 13 millió forintot bukott, uh -huh. ami egyébként egy szimbolikus tett nyilván, de itt Magyarországon sem bizottság tagja az ezt így bevállalni szerintem egy, szerintem egy nagyon nagy dolog, aki neked és, kicsit más És a még Gyurcsány helyzetet. Ferenc sem tagja bizottságnak, tehát nagyon hárman jó, vagyunk. fantasztikus. Igen. Gyurcsány Ferenc, szóval kapcsolatban, ha már szóba hoztad egyébként, sokszor elmondott, hogy neked politikai vitád van Gyurcsány ferenc de valahogy mégis azt látom a közéletben, hogy ti az LMP mostanában mindig a Momentumot támadjátok. Jól és, ö, és ennek mi az oka, hogy ö, itt a, az ellenzéknek a vezér alakja, Gyurcsány Ferenc, ha ti valamit el szeretnétek érni az ellenzékbe, akkor őt kéne támadni, de én azt látom, hogy ti ezt nagyon jól érzitek, hogy demográfiailag, és abból adódóan, hogy a DK az egy ilyen nagyon zárt, nagyon... Ö, nagyon hát rigid gondolkodású szekta, onnan ti nem nagyon fogtok szavazókat megszerezni, elsípkázni. ezért a Momentumot támadjátok lépten nyomon, mivel a jövőnek a fiatal pártja, a fiatal szavazók ugye oda húznak, aki még nem ábrándult ki teljesen a politikából. Hogy ezt jól látom, hogy ez egy ilyen politikai Nem. Öm, azt jól látod, hogy a... Tehát ha megnézed, nem csak a szombati beszédemben, meg nem a Gyurcsánnyal gondolatilag többet vitatkozom, mint a Momentummal. Ez a közéletben mégsem. De ez nem így jön le, és ebbe teljesen igazad van, és ez azért van, mert a Momentummal szemben vannak érzelmeim, és akkor fölfedném ezeket az érzelmeket. <laughs> okay. Az elején, amikor a Momentum megalakult, és volt a olimpia, bevallom őszintén, akkor volt egy ö, irítséggel vegyes ö, félelmem velük kapcsolatban, oh. hogy nem csak, hogy megeszik a kenyerünket, hanem ügyesek, olyan szervezeti építkezésre képesek, amire mi nem. Tényleg az elején, az elején volt lejztünk a dologba, volt teljesítmény, az egy, az egy impozáns dolog volt, és ez az impozáns dolog sokszor, és ez egy, hogy mondjam, most próbálok ezért önreflexiót gyakorolni és felfedni, hogy ez sokszor irítséget vett föl. Ez ráadásul pont akkor történt, amikor az LNP-ben a öntökön lövésbe volt, tehát a kettőnek a különbsége... bármikor az időben. Nem, ez így van. A kettőnek a különbsége, akkor tényleg, a kettőnek a különbsége miatt irítséget éreztem. Mára, utána, telt az, telt az, idő, tök sok ember van ott, akit kedvelek, okosnak tartok, jó képességűnek tartok. Tehát nem az van, hogy Én is így vagyok ezzel. Kele De... János, meg Berg Dánia, én őket nagyon kedvelem. Hát nem. A politika előtti, vagy a politikán ja, kívüli munkásságuk miatt. De mondom, több, több olyan ember van, akit, akire pozitív véleményem van, és utána lett egy, most már egy, a következő két érzelmem van. Az egyik, hogy engem bánt az a gondolati üresség, amit produkálnak. Mert te is itt tudsz ülni, és tudsz Gyurcsány Ferencsel vitatkozni, a radikális ellenzéki pozíciót, ha meg akarod gondolatilag érteni, az ott van. Ott van ez elmondva. A Momentum egy teljesen üres marketing párt, ami olyan, mint egy ilyen részben a ChatGP, részben pedig egy marketing ügynökség által írt közlemény szövegorgia. orgia. Tehát nincs, nincs az egész mögött Magyarországról való gondolat. Ez bánt engem valójában, és az bánt, hogy ha én ezt az intellektuális teljesítményt nyújtanám bármilyen beszélgetésbe, amit a Momentum, zárójel nem igaz, mert a Fekete Györte a Partizán után tényleg leszették tíz körméről, de ez azóta nem, akkor azért mit írna a úgynevezett ellenzéki sajtó, ami rettentően szárolja mellette a momentumot, véleményem szerint érdemtelenül. Tehát ennek ellenére Soproni Tamás egy jó polgármester, vannak dolgok, amiketben igazuk van, tehát nem gondolom, hogy az egész egy rettenet, csak ilyen súlyos kritikáim vannak. Van. Jó, de itt ha a koherens ellenzéki ideológiáról, meg üzenetről, programról beszélhetünk, akkor szerintem csupán két párt áll meg a lábán. Ilyen a DK, aki azt mondja, hogy 2010 előtt, ami volt, az fasza volt, annak kéne visszajönnie, Orbán meg egy diktátor, ez egy koherens világkép, még ha fasságnak is hangzik, és Igen. az is. És emellett pedig a mi hazánknak van koherens világképe, szerintem rettenetes dolgokat mondanak, de nekik van egy egy komoly kiállásuk, és akkor most lépnek be az ügyek mentén való nem. politizálások, amikor próbálnak arc élet mutatni. Oké, okay, hogy az EDMP egy zöld párt. Tehát ami is a mi hazánk szerintem nem koherens. Ezt szeretném ezzel kezdeni. Tehát a mi hazánk egy patchwork vannak benne szélsőjobboldali dolgok, vannak benne ilyen összeesküvés elmélet dolgok, <laughs> de, de az amúgy bőven. összességében az a fajta szélsőjobboldali koherencia, mint amit Csurka Istvánnak volt, az nincs meg a mi hazánknak. És hát legjobban az Oroszország orosz-ukrán háborún látszik. Tehát egy rendes virtigli magyar szélső jobb, jobboldali ember nem lesz orosz párt. Olyan nincs. Nincs olyan világpolitikai konfliktus, ahol egy szélső jobboldali magyar orosz párti lesz. Értem, hogy a világban ez a ö, menő, de Magyarország történelméből nem ez jön. Ez az egyik. A másik. Tehát mindennel lehet minket bántani tényleg. Na de. 2010-ben már megfogalmazta az LMP az úgynevezett értékszintézis dolgot, ami arról szól, hogy Magyarországon van egy teljesen értelmezhetetlen törzsi konfliktus, amit amúgy rá lehet húzni Orbán Viktornak Gyurcsány Ferenc személyére, és ez a törzsi konfliktus eltagadja az ügyeket, ezzel szemben mi egy rendszerkritikus párt vagyunk, én pontosan ugyanazt mondtam szombaton a beszédembe, mint ami a 2010-es kampánynak az éle volt, és ami ennek a pártnak az alapító nyilatkozatában van. Az lmp nagyon sok vád érheti, de az, hogy nincs intellektuális tartalma, nem. Tehát az egy nagyon nagy dolog az LMP-ben, hogy úgy zöld párt, hogy nem egy nyugat-európai zöld pártot próbálja másolni, különben nem csinálnánk az akkumulátor ügyet. A másik pedig az, hogy igen, mi voltunk az egyetlenek, akik 2010-ben ott ültünk, a július negyed, június 4-e trianoni emléknapnak a megszavazásá, mert azt gondoltuk, hogy ezeket a szimbólumokat ki kell hasítani, ki kell szabadítani ebből a törzsi gondolkodásból. Ebben ez a párt koherensen mindig ezt mondta. Ezt szerintem nagyon nehéz eltagadni. Uh -huh. Még itt egy pillanatra hadd térjek vissza, ugye a hatházinak az a gondolata most ö, szerintem nagyon jó, a nyárnak a legfontosabb ilyen politikai eseménye a heti válaszban történt, ahol Kanász nagy Máté Igen. és a hatházi Ákos szerintem egy nagyon fontos vitát Egyet folytatott értek. le egymással, nekem nagyon tetszett ez a vita, még ha a hatházi azt is állította, hogy ez egy fölösleges vita volt, egyáltalán nem gondolom, hogy az lett volna. mégis is részt vett benne. Igen, mert azt gondolja, hogy ha nem is a vita partner, de másokat meg fog tudni győzni a saját igazáról, és szerintem ezért is fontos egy vita. Most mi is leültünk ide, és nem feltétlenül egymást kell meggyőznünk, hanem azt, aki mondjuk hallgatja, vagy új nézőpontokat, ö, új nézőpontokkal gazdagítja a látáspontját. Igen. Ez szerintem nagyon fontos. És a hatházi két dolgot emelt ki, ami szerintem nagyon fontos a mai ellenzékbe, az, hogy a játékszabályok megváltoztatására tegyen törekvéseket, mert nagyon lejt a pálya, a második pedig, hogy elkerülje mindenképpen azt, hogy ő felsége ellenzékének tűnjön, és itt a, az elsőre a játékszabályok megváltoztatására hat hozzak egy történelmi példát nagyon gyorsan, a, a, mert hasonlóságot látok, vagy hát egy ilyen analógiás képet látok Orbán Viktorral kapcsolatban, a második Lipót 1865-ben került trónra Belgiumban és kezdve... Ő volt be. a belga kongónál, tömeggyilkosságokat elkövetett. Én, na, most elszpoilerezted az egészet. <laughs> Nem, viccelek. No, az volt a lényeg, hogy ő, amikor trónra került, Belgiumot gyakorlatilag így felvirágoztatta, oktatási reformokat hozott létre, munkajogokat javította, mit tudom én, infrastruktúrális beruházásai, <laughs> gyönyörű szép épületeket építetett fel, amit a mai napig is meg lehet csodálni, de ő egy bizonyos ponton úgy gondolta, hogy másik lipótnak Belgium nem elég, és a 19. század második felében a kolonizációs törekvésekben úgy gondolta, hogy az Afrika nevű és alakú tortából ő is szeretne egy szeletet, és akkor kolonizálták ugye Kongót, a kongói szabadállamot, aminek ugye már a nevéből is tudjuk, hogy semmiféle szabadság nem volt ott, és akkor ment ott a gumi gumikitermelés, meg elefántcsontok, tök mindegy, a helyi kongói lakosságot gyakorlatilag rabszolgamunkára fogták be, és második Lipót haláláig azt lehet mondani, hogy az enyhe becslések szerint 2 millió ember halt meg, a bátrabb becslések szerint pedig 12 millió ember halálát okozta az, amit ott csináltak, miközben pedig második Lipót mai árfolyamon átszámolva 1,1 milliárd dollárt dollár hasznot realizált ezen, és ezzel csak arra akarok kiukadni, hogy igazából itt van egy uralkodó és kétféle rendszer, kétféle intézményrendszer. Ugye Belgiumban őt kötik bizonyos korlátok, Kongóban pedig semmiféle korlát nem köti, ezért az egyik rendszerben úgy is nevezték el ezt a királyt, hogy az építő király, a nagy reformer, a másikban pedig előjött, hogy micsoda szörnyeteg is ő. És most ez lehet, egy merész példa Orbán Viktor idehozni, hogy a 98-tól 2002-ig való kormányzásban ugye valamiféle demokratikus intézményrendszer még őt kötötte, az egy teljesen másféle választási rendszer volt. Egyesek azt mondják, én nem tudom, nem pici gyerek voltam akkor még, hogy az volt a rendszerváltás óta egyik legjobb kormányzás, legjobb négy év és ezzel szemben pedig 2010-ben ugye ő ki tudott alakítani egy olyan rendszert, amiben sokkal kevésbé köti őket, őt ez, a, ez az intézményrendszer, és szerintem egy ilyen autokratikus, bizonyos szempontból elnyomó rendszer tudott kialakítani. És a, a hatházinak ez, az a, ez a fő állítása, hogy itt a játékszabályokkal van a probléma, és ha engem mondjuk valaki megkérdezne, hogy a mai ellenzéket Akár Gyorcsányjal, akár Gyorcsány nélkül beültetnéme ebbe a mai rendszerbe, vagy a 98-2002-es rendszerbe Orbán Viktort, és akkor ő legyen ma hatalman, akkor én azt mondanám, hogy az, az az intézményrendszer legyen, és legyen Orbán. Mert az intézményrendszerek annyira meg tudják kötni a politikusokat, ahogy látjuk mondjuk az Egyesült Államokban. Hogy hiába, hiába ö, próbál meg, próbálja meg a demokratikus intézményeket, akár egy Trump leépíteni, a szólásszabadságot korlátozni, ott ugye egy nagyon komoly intézményrendszer köti őt. És nyolc év múlva meg így is, úgy is bármit tesz, el kell menni a politikából. Na, és akkor erről mit gondolsz, hogy itt, a, itt az intézményrendszeri korlátokat kellene megváltoztatni, és ezzel van az alapvető probléma, amire a hatházi rá próbál mutatni, és ezért ütlegeli a mai ellenzéket, én úgy gondolom. Milyen érdekes ez, és tényleg számomra ez egy tudom, be, belülről is nagyon érdekes dolog, hogy azok az emberek, akik az, ellen, az intézményes ellenzék fölé helyezik magukat, és ö, meg, megszakértik, hogy mit kéne embereknek csinálni, akik mondjuk most nem magamról beszélek, a Fidesz ellen politizálnak egy potom 30 éve, azok Orbán Viktornak a közelmúltunkról való narrációját csont nélkül elhici. Ha valaki itt ülhetne elmondani, hogy az első Orbán kormány volt a legjobb kormány a rendszerváltoztatás óta, az én vagyok, hiszen az én édesanyám volt a miniszterelnök fő tanácsadója akkor, ő szokta ezt mondani, hogy az volt a legjobb kormány a rendszerváltoztatás óta. Én ezt ma egy... mai ellenzékiek is mondják hát És nagyon súlyos probléma, hogy a mai ellenzékiek ezt mondják. Ez egy nagyon súlyos probléma. Hát már bocsánatot kérek, milyen nagy rendszer ellenzék az, aki Orbán Viktor saját narrációját elhiszi a közelmúltról. Aki szerint, tehát, aki szerint Orbán Viktor bontotta le a vasfüggönyt és szabadította föl Magyarországot a beszéddel hősök terén. Aki szerint Orbán Viktor bontotta le a gyurcsány rendszert a kordonbontással. Nézze valaki végig újra vissza, hogy mik voltak azok, az egy egynapos hír volt, senkit nem érdekelt. Ezt a Fidesz legendárium találta ki utána, hogy ebbe bukott bele a gyurcsánykormány. kormány. Az első Orbán kormány nem igaz, hogy egy demokratikus szempontból jól működő kormány lett volna. Két éves költségvetés volt, csonkakuratórium, el tudok mondani olyan jogállamisággal kapcsolatos ügyeket, amik azért tudom, mert politika buzi vagyok, és ezeket ismerem, meg, meg Lendvai sokat beszélgettem, de e, tehát, hogy, tehát, hogy, de, hogy e, nem igaz. Tehát ez az Orbán Viktor narrációja. Aki Orbán Viktor narrációja szerint narrál mindent, és egy mitikus figurává emeli őt, és azt mondja, hogy igazából csak az intézmények rosszak, az véleményem szerint nem ő ellenzéki, hanem Orbán Viktor betegségben szenved. És akkor itt ez a rendszerrel kapcsolatos dolog. A Szerintem háromféle történelem felfogás van. Az egyik, amit például az édesanyám gondol, az egyének. És ez, ami az a Orbáni Orbánizmus alapja, G. a könyvében is ez van, hogy nagy egyének irányítják a történelmet, akik megfogják a történelmet a markukba, és ilyen Orbán Viktor. Van a másik, hogy intézmények irányítják, és intézményi struktúrák, ez, amit te vázoltál föl. Ez ebben én. az esetben. Igen. Igen. És van a harmadik, amit a madá, az ember tragédiájából tudom idézni, hogy nem azért, tehát a kakas nem azért kiállt, nem azért virrad, mert a kakas kiállt, hanem azért kiállt a kakas, mert virrad, akik azt mondják, hogy nagy strukturális tényezők befolyásolják a történet leginkább. Én az utóbbiban hiszek. Tehát szerintem Magyarországon. Azért van egy populista fordulat, és tudom, hogy ez rendkívül sok szempontból, hát hogy mondjam, lélektelen ezt mondani, de én tényleg ezt gondolom, mert a világon ez a trend. Hm? Ez egy világtrend része. Itt, amikor ezt száz év múlva elemezni fogják, az a Kaczynszki, az Orbán, a Trump, a Netanyahu, ezek mind a Melóni, a Brexit, bocsánat, néha elfelejtjük, hogy megtörtént, ezek mind egy ilyen nagy trendnek a leírására Abszett. szolgáló példák lesznek. Viszat, de amúgy... Ugyanígy jöttek létre a demokra... nagy demokratikus hullám, miután a Szovjetunió ugye felbomlott, és akkor mindenki hirtelen rájött, hogy a demokrácia milyen jó dolog, majd most Orbán Viktor pont, pont felül... El... És ennek vannak geopolitikai alapjai is. Azon geopolitikai alapjai, hogy a birodalmak milyen viszonyban vannak egymással. És én szerintem az, hogy Orbán Viktor mit csinál, az egy sokkal korlátozottabb dolog, mint ahogy azt ő akarja, hogy mi elhiggyük. Okay. Neki ez az egyik legnagyobb trükkje, hogy azt hiszi, hogy azt, azt elhittük, hogy ő omnipotens. Ez, a, ez, ez nem így van. Hát ő, nézzük meg most a gazdasági adatokat. Azért csökken a magyar reálbér, meg a GDP, mert csökken a német. Mert a kettő össze van <laughs> húzalozva. Ezt az összehúzalozást csinálta a legjobb barinőjével, Angela Merkelrel, aki megvédte mindentől. Ami az Európai Unióban lett volna. Azért lehetett, hát azért nem csinált semmit az EU, azért kezdett el most valamennyit most se csinál valójában semmit, csak azért akkor még ráutaló magatartás sem tanúsított, ja, mert megvédte a német tőke, azért, mert ő meg cserébe Magyarországon a német tőkének megcsinálta a gazdaságot, Összehúzalozta a kettőt. Öm, az a helyzet, hogy az úgynevezett, ez, ez a mi a rendszer, meg mi a radikális, meg mi a mérsékelt ellenzék, én nem vagyok ennek a rendszernek abból a szempontból a radikális ellenzéke, hogy nem gondolom azt, hogy Orbán Viktor személye mitikus lenne, és nem gondolom azt, hogy revansot kell a Fideszem venni. És tudom, hmm. hogy mit fognak leírni most a kommentelők, hogy anyám, opátia, agrárminisztérium. Lesz rossz. Lesz rossz Mi, jó, jó, nem fogom elvenni előled, bocsánat. De de azért nem akarok revansban revansot venni, mert nem mert nem veszik észre ezek az emberek, hogy most egy revansban élünk. Ez Orbán Viktor revansa a saját SDSS korábbi barátain, amibe ebbe a pszichodrámába van a teljes magyar társadalom bevonva, és erre nem az a megoldás, hogy revansot veszünk. És igen, ennél szörnyebb rendszereket le lehetett úgy váltani, hogy valami közmegegyezés alakult ki, utána polgárháborúkat meg apartheid rendszereket nem kell revansot venni, és még egy dolog, arra kérlek, hogy egyszer majd kérdezz meg azokat, akik a felcsúti peret mert vizionálták meg a mészárosnak, a nem tudom, meg a magángép. Nagyon meg, szívesen megkérdezni. Meg, hogy, hogy itt ezt konkrétan igen. hogy gondolták. Mert azon kívül, hogy azoknak az embereknek az érzelmeit orvul kihasználták, akik bekommentelik, hogy ő posványos, tudom én micsoda, azon kívül semmi jelentősége. Ebben igazad van teljesen, igen, igen. Meg az Orbán Viktori mitikus térben. És akkor te azt mondod, hogy ez az egész mítosz. Hogy a 98-tól 2002-ig való Orbán kormány a legjobb volt a rendszerváltás óta, ezt maga Orbán Viktor írja, ezt a népmesét? Persze. Persze. Hát meg azok, akik részt vettek abban a kormányban, mondom. Mindenki szokta érezni, hogy vasárnap az ebédnél mit szoktam anyámtól meghallgatni, azt, hogy ez volt a legjobb kormány, ezt szoktam mondani. Én most én. Úristen, de nyomaztó. De most tőled hallottam vissza. Tehát anyámtól szoktam hallani, Gelencsér Ferenctől, meg tőled. Én ezért mondtam, én ekkor hat éves voltam, és azzal voltam elfoglalva, hogy sötétedésre hazaérjek az egész napi focizásból, és én ezt már csak így retrospektíve hallom. Hm. Igen. Uh, akkor beszéljünk egy pillanatra Orbán Viktor nyaralásáról, jó. amire biztos már ezerféleképpen fel vagy készülve, meg, meg nagyon jó magyarázataid vannak rá. Engem nem is feltétlenül a te családi érdekeltségeid érdekelnek meg, hogy izé, édesanyád, hogy találkozott ott Orbán Viktorral, mert ugye elmondta édesanyád egy, azt 44 44.4-es videóban, most, amikor köcsén odaduktak az orral egy mikrofont, hogy igen, ő látta vendégül. És abban is igazad van, mondjuk, ha azt mondanád, hogy a te hogy az ingatlanját kinek adja ki, vagy ki nyaral ott, ahhoz neked semmi közöd nincs. Én ezt készséggel elfogadom, de a, a mi korosztályunkban, akik mondjuk politikáról gondolkodnak, és a mi szűk baráti társaságunkban ez kivált kép egy kérdés, amikor ilyen dolgok jönnek napvilágra, hogy ugye itt most azt lett most így nagyon lesarkítva mondani. Mond egyszerűen. Ne, ne, ne. Hogy a 80-as évek végén ugye volt ez a Bibó lesz, akik így hűségesküt fogadtak egymásnak, és itt vagyunk 20, vagy 2023-ban, és gyakorlatilag elfoglalták az országot, a külügyminisztériumot szijártó Péternek a futszal csapata vezeti. Ő nem volt bibós, de ennek a körnek Jó, a része, most a Tibor sem volt a része a Bibókolesznak, mégis itt van ebben a rendszerben, család, Nem tudom, hogy a barátok. megoldotta volna. Ezt nem tudom, és uh, itt azt lehet érezni Magyarországon, hogy mindenki jóban van mindenkivel, újságírók bratiznak mindenkivel, és nekünk innen alulról nézve, akik mondjuk politikával foglalkoznak, az a, az a érzésünk, hogy itt nem jobb oldal van és baloldal, itt nem népi urbánus ellentét van, itt nem vegánkaja versus toka van, itt nem foci, nem foci van, itt nem... <laughs> Ö, konzervatív, illetve LMBTQ értékek vannak, hanem itt az van, hogy elit van, és nem elit. És, és amikor ilyen hírek jönnek ki, hogy Orbán az ungár családnál nyaral, én ezen csak röhögni tudok, és ez is sajnos hát ezt, ezt a képünket erősíti, hogy te erről mit gondol, vagy hogy te ugye ezt felülről látod, mi alulról. Szerintem ez egy nagyon jó kérdés ebben az egész ügyben. Valójában talán ez a legjobb kérdés ebben az egész ügyben. A... Először is, tehát én Orbán Viktort, én nagy nyaraltam együtt Orbán Viktorral, 98 és 2002 között a balon tonaszödi kormányügyülőben elég sokat, amikor még kicsi gyerek voltam. Azóta ez az összött privatizálásra került, ez is egy fontos dolog Magyarországon. Amit te mondasz erről, hogy ezt Csurka István úgy mondta, hogy kisországban egy csőcselékünk van. Ez, ezt nem akartam felhozni. Kisországban mondjuk egy elitünk van. Igen, ezt ő szebben mondta, ember volt. Ebben van valami. Magyarország egy nagyon. A magyar politikai elit nagyon zárt és nagyon összefüggő, ez így van, és ennek én a része vagyok. Ugyanakkor van egy nagyon érdekes sapka, nem sapka kérdés az én szerepemmel kapcsolatban. Hmm. Tehát a magyar ellenzékkel szembeni fő vád folyamatosan az, hogy megélhetési politikusok. Egy részük tényleg abból él. Én szerintem nem probléma, ha valaki a politikából él. Ö, én nem vagyok az. Ezek miatt, az ügyek miatt, amik ilyenkor mindig előjönnek. Ez nekem ad egy személyes szabadságot. De egyszerre azt mondani, hogy te egy elit pöcs vagy, de közben azt, azt mindenki számon kérde, hogy miért megélhetési politikus, ebben van egy ellentmondás. Tehát aki nem megélhetési politikus, az sajnos ilyen. Ilyen egy az Egyesült Államokba, uh, ilyen Nagy-Britanniába, ahol most egy rendkívül gazdag ember a miniszterelnök, tehát, hogy, tehát ez, ez sajnos ilyen. És a másik, hogy az én édesanyám Orbán Viktor fanatikusa. Volt egy összeveszésük 2006-ban, de alapvetően, ha jól gondolom, 91 óta, tehát a születésem 90, születésem előtt óta Orbán Viktor fanatikusa. Ez két dolgot eredményezett bennem. Az egyik az, hogy a fanatizmust nagyon meggyűlöltem. Uh -huh. Öm, és én szerintem nekem ez a skill ebbe az egész politikába, hogy pontosan azért, mert ezt nagyon közel ilyen, tudom milyen, nem vagyok egy fanatikus típus, és tudok higgat lenni, és el tudom fogadni azt, hogyha másnak más véleménye van. A másik pedig, mivel én ezt az embert, akit Orbán Viktornak júlik, láttam már életembe párszor, én nem tartom egy mitikus figurának. Én nem gondolom, hogy ő egy világtól elemelkedett, egy nagyon jó képességű embernek tartom. Szinte a képességéről jobb véleménnyel vagyok, mint az ellenzéki átlag. Azt gondolom. Én is, igen. azt gondolom, ezt el lehet mondani, de nem, de nem tartom egy mítikus figurának, akik életükben nem látták ezt az embert, akik azt hiszik, hogy ő valamilyen ilyen, mint, mint a Moho Jojo a Powerpuff Girls-be, egy ilyen nagy gonosz, aki megjelenik, ez nagyon ügyetlen példa volt, de mindegy, az, azok azt hiszik, hogy egy mítikus figura, azok elhiszik a kordonbontást, meg elhiszik ezt a... Hát én az összödi beszédre emlékszem, mint gyerek, amikor az kijött én a Fidesznél. Is, De úgy értem, hogy én emlékszem, hogy a Fidesz hogy reagált rá. Ja, én az m 1 emlékszem. Én emlékszem arra, tehát az lmp ben mindig ülünk, és magunkat bántjuk, hogy mi milyen hihetetlen bénák vagyunk, és ez sokszor tök legitim. De én emlékszem arra az ős káoszra, ami akkor volt a Fideszen belül, amikor az összedi beszéd kijött. Emlékezett, meg lehet nézni. Hát a... Meglepődtek, hogy tudták, hogy megnyerték a következő választást. Hát össze-vissza, hogy mit kell mondani. Nem volt meg a panel, nem döntötték el, össze-vissza rohangáltak, mint egy ilyen, tényleg, mint, egy, mint, egy, mint az 53. és feledik LMP kongresszus, tehát minden párt ilyen, ebből ez látszik. Uh -huh. és És egyszerűen nincs róluk egy nagyon jól szervezett párt, nagyon jól működik, nagyon értenek a politikához, sokat lehet tőlük tanulni, nem ezt mondom, de nem, de nem egy mítikus lény. Egy történelmi pillanatban a struktúrák által előhozott, rendkívül tehetséges emberek. Ez a mixtúra, amiben élünk. És szerintem én ezt azért tudom jobban leírni, mint Aper X ellenzéki politikus, mert én ismerem ezeket az embereket, és nem tartom őket mítikus. Jó, ezt el tudom fogadni. És számomra is nyilvánvaló, hogy te nem megélhetési politikus vagy, de mi neked egyébként a politikai motivációt, ha már itt tartunk. Én azt látom rajtad, hogy egy nagyon jó képességű, nagyon művelt ember vagy imád vitatkozni, nagyon jó debatőr vagy, nagyon jó szónok vagy, itt sem véletlenül jöttél el, nyitott vagy a párbeszédre, hogy neked ezen felül, vagy mi, mi a politikai motivációd, Most így most így nagyon egyszerűen megkérdezve. Öm. Szerintem fontos azt végig hogy Magyarországon kevés ember van a politikával, aki foglalkozni akar. Nagyon kevesen vagyunk. Jobb lenne a magyar politika, ha én nem lennék benne? Én úgy gondolom, hogy nem. Ameddig ezt úgy gondolom, addig, és nem rángatnak le a pártársaim a színpadról erőszakkal, addig benne leszek. Szerintem, amúgy ez a mondjon le, ha már a 98 előtti, vagy a 2015-i világról 94 és 98-as ciklusnak az ilyen alappolitikai toposza volt, hogy megboldogult Torgyán József minden héten valakit lemondásra felszólított, hogy mondjon le. Tehát az, a, az, van a mondjon le, nek az a problémája, hogy a politikát karakterre rendelkező emberek tudják csinálni. Jobb lette az MSP, ez most egy gyurcsány monológot fogok elmondani, jobb lette az MSP amikor lemondott Gyurcsány Ferenc, nem, rosszabb lett, jobb lett. Hála az égnek. Hogy rosszabb lett az MSZP? Hát persze. Ebben együtt tudok jönni veled egy ideig, csak az állítás nem erre, erre vonatkozott. Jó, jobb csinál. lett -e a Jobbik, amikor a Vona lemondott? Nem. Jobb lett -e az LMP, amikor az András Siffer lemondott? Nem. Uh -huh. Nem. Tehát akit kicsit nem tudsz gyűlölni valamiért, az ne legyen politikus. A politikus egy villámhárító részben. A részben a lényege, hogy az érzelmeiket az embereknek valahova ki tudják fejezni. Megértem azokat, akik frőlegesítették magukat ezen a nyaralásztori, mert igazuk van, van ebben egy elitellenes érzület, tök legitim. De részben ezeket, ezekből politikát kell tudni csinálni, mert ez a politika lényege, hogy ezeket az érzelmeket megjelenítse. Jó, csak akkor itt merül fel egy kérdés. A, a, Szikra táborban egyébként a Népligetben ami volt. Szerintem egy nagyon belterjes, nagyon köldöknézős, nagyon... Én megnéztem a videódat, tehát azt nem pontosan értem. Na. Nyolcszor vagyok lebaszva abban a videóban azért, hogy miért ezeket mond, ezekről a témákról beszélek. Hát ezt kérdezték. Hát kezdjek el, álljak föl, ne, álljak de... föl, vegyem le a pólom, kezdjek el rohangálni, és mondjam a plankónak, hogy ezek rossz kérdések? Vagy mi az elvárás ilyenkor? Nekem az, mondjuk, akkor már felhozom az egyik elvárásomat ebből Igen. a beszélgetésből, amikor a Plankó feltette azt a kérdést, hogy kinek mi a kilépési stratégiája a politikából, ami szerintem a legeslegfontosabb kérdés, és ezt jó lenne már mielőtt választáson indul egy politikus leszögezni, hogy mik azok a programpontok, amiket végre akar hajtani eddig és eddig. Ha ez sikerül, akkor szintén lemondhat, ha nem, akkor szintén lemondhat, mert ő beteljesítette a politikai akaratát, vagy nem, mint ahogy mondjuk Siffer András, én úgy gondolom, hogy egy idő után belátta, hogy itt nem fog az a program megvalósulni, amit ő szeretne, és lemondott, és szerintem ez nagyon korrekt, talán ő az egyetlen a magyar politikai szénában, aki így a politikai felelősségét így, így érezte az ő munkájának, és, és ez bevégeztette, és hogy neked mi, mi a kilépési stratégia? Most előbb mondtad, hogy te egy villámhárító vagy, és amíg téged nem rángatnak le a pártársaid a színpadról, vagy a mikrofon elől, addig te ezt tolni fogod. Ez azért nem egy jól körülhatárolható kilépési stratégia. Azt először is én szerintem arra tök őszintén válaszoltam. Én úgy emlékszem, meg mi az, hogy mi a kilépési stratégia? Tehát milyen feltételek nem teljesülése esetén mondok le. Mit, mit szeretne az LMP? Vagy te személyesen ebben az országban végrehajtani, amit ha megtettetek, akkor ti végeztetek a politikával, illetve ha nem, akkor nem látjátok ennek esélyét, és akkor nem tekintetek a politizálásra úgy, mint ez egy karrierpálya lenne. Mert, ahogy említetted is, vannak itt Magyarországon, egyébként úgy gondolom, hogy a legtöbben megélhetési politikusok, akiknek ez egy pálya modell, nagyon jó pénzért, egyébként nagyon sok mindent el is kell. Ennek cserébe viselniük, de mégsem olyan, mint egy cégnél dolgozni, ahol már nem csak középvezetői, meg vezetői szinten, de egy alap ö, irodai alkalmazottnak nagyon keményen el kell számolnia negyed évente, fél évente, vagy akár napi, heti, havi szinten az ő munkájával, és ha ezt nem teljesíti, annak nagyon komoly következményei vannak. A magyar politikában ugye semminek nincsen következménye, még a legnagyobb politikai aktorok nál sem. Most nézzük meg a vona, Gábor vissza tud térni, mint a haza bölcse. Nézzük meg, Látom, hogy Gyurcsány... persze, beakadt. Gyurcsány Ferenc vissza tudott térni, és az ellenzék vezetője. Orbán Viktorra semmi nem tud ráégni. Kanász Nagy Máté is ebben a heti válasz podcastben, amikor Hatházi egyébként a műsor vezetői szerepet átvette tőle, megkérdezte, hogy mit csinált rosszul az LMP. És akkor ilyeneket mondott a Kanász Nagy Máté, hogy hát itt nem tudom, jobban lehetett volna tematizálni, vagy mit tudom, én ki is írtam. Jobb kérdéseket lehetne beadni, szervezeti problémák, a szervezeti erősödés túl lassú folyamata, és még ilyet is mondod, hogy gondolom humán erőforrás menedzsment. Hát az, az hát, sajnos hát, egy sűrűs probléma. Hát jó, de ez, ezek milyen vállalat? Vagy hát nekünk, nek, nekem, mint aki nem vagyok politikus, se újságíró, csak egy szavazó, nekem ezek nagyon megúszós válaszok. és, és a Nagyon politikai... sok mindent mondasz, most is nem tudom, mire reagáljak. Nem baj. <laughs> Tehát kezdjük a végén, vagy hogy? Ahogy gondolod? Tehát ha az LP választásban az LMP belesimul, és nem fogok tudni egy számot mondani. Tudom a politikában ezt nekem Ceglédi csaba tanította meg, hogy a végén egy számra redukálódik a dolog. De a most nem fogok tudni még lehet, hogy januárban már igen. Most nem tudok számot mondani. De ha az LMP ö, tematikailag beleívódik ebbe az EP kampányba, az MSP jobbik párbeszéd ö, nem tudom Néppártyán, vonagábor Gábor Márkizai tehát ebben az ellenzéki sokaságba is nem tud kitűnni, azt én egy személyes kudarcnak fogom érezni. Tehát ezt, az, ezt tudom mondani. Ez az egyik. A másik. A mit rontott el az LMP, akkor megpróbálom a Máté után én is megválaszolni. Uh -huh. Először is 2018 után, amikor szétvertük magunkat. Ez szerintem egy elég konkrét válasz erre a kérdésre. Szétvertétek magatokat? Igen amikor ugye a szél meg a, a, a hatházi kilépett ja. Szél Bernadett ki lett rakva, és a smukkerzsébet meg én, akik most az LP lista első két helyzetjei vagyunk, mi meg el voltunk tiltva azért, mert összefogás pártiak voltunk. Tehát ez volt 18-ban. Igen, most a kommentelői nyelvre lefordítom, 2018-ban én hatházi Ákossal egy állásponton voltam koordinációt tekintve az LMP-n belül. Az elnök, akkori elnökségen belül mi egy csapatba tartoztunk. Üm, az egy súlyos hiba volt. Szerintem nagyon későn kezdte el az LMP a zöld identitását kellő hangsúlyossággal elmondani, pont a 19-es. Ez mikor volt? A 19-es LP kampány volt az első igazán karakteresen zöld kampány, ez szerintem egyre később volt, mint kellett volna. Akkor én azt gondolom, hogy nagyon sokszor vagyunk túlfélősek. Ezen próbálok most ebben a kampányban változtatni. Azzal, hogy folyamatosan ütlegeled a momentumot? Ütlegelek én mindenkit. E Tehát ö, a konfliktus nélkül nincs politika, és túl e túlfélősek voltunk sokáig, és azt gondoltuk, hogy, hogy túlságosan ö, féltünk önmagunktól, és szerintem ezt nem lehet. És amúgy még egy dolog, ami nem is biztos, hogy, hogy a tehát a politikában azért fontos, hogy megtenem a saját igazságodat. Most beszéltünk erről, Ormán Viktor és a kordonbontás kapcsán. Uh -huh. hogy Most már mindenki egy ilyen politikai tényként tekinti, igen, ami egy igen. egyértelmű hazugság, hogy a kordonbontás bontotta le a Gyurcsány kormányt. A Márkizai Péter, azért mondom el még egyszer, mert rommá voltunk baszogatva már, bocsánat, hogy mi nem állunk be Márkizai Péter mögé a két fordulók között. Azért egy naugyét, engedjen már meg nekünk a világ hogy elmondjuk, hogy abban nekünk igazunk volt. És akinek akkor igaza volt, lehet, hogy a következő ilyen dologban, amikor majd a kommentelő elolvassa a négy -néd -néd publicisztikát, meg a kiszivárgott mediánmérést, meg a vásárhelyi Mária Facebook posztot, akkor le tudni fogja, hogy lehet, hogy nem gonoszságból, meg hülyességből mentek ellene, hanem mert valamit jobban mértünk fel, mint ezek az emberek. Uh -huh. És hogy a Kanász Mátra egy pozitívat mondjak, ő neki személyesen rettentő nagy szerete van abban, hogy Márkizaj Péter mögé nem álltunk be. Lehet, ezt te tudod, igen. Még itt visszautalva egy pillanatra a hatházi, amikor társelnök, társelnök volt, volt, jól mondom? volt van, jó, Igen, jó. társelnök volt, és ebben a heti válasz podcastban vissza kell utalnom rá, mert nagyon érdekes dolgok hangzottak el. Azt mondta, ugye, egy oldalvágás keretében, hogy ebben az időben, amikor ő ott volt az LMP-nél, Rogán Antaltól te személyesen kaptál egy uh -huh. törvényjavaslatot, és csupán az a kérdés, hogy ezeket ti hogy szoktátok megkapni, fizikai formában, hát ez Nem szokott történni, hogy elmegyünk egy opátiai nyaralóba, ahol konspiratív Igen? körülmények között átadnak ja. nekem egy faxot, amit utána, amivel, hogy mondjam, ilyen hihetetlenül jó beépített ügynök vagyok, ákosnak adok át, és ezek után megpróbálom rávenni, hogy az volt, Na, igen. hogy nem volt a Fidesznek kétharmada, mert elvesztették Tapolcát meg Veszprémet. Emlékszel erre, hogy volt a nem. ciklus elején volt kétharmaduk, és utána két időközivel elvesztették. Uh -huh. igen, és a plakát plakáttörvény kétharmados volt. Ezért megkeresték az összes ellenzéki pártot, hogy adjanak be egy közös módosítót, tehát mi is megszavazzuk biztosítsuk a kétharmadot, és azért cserébe... Erre már nem pontosan emlékszem, azt hiszem, hogy azt kapjuk, hogy a parlamenti pártokra más szabályok vonatkoznak a plakátozás terén. Azt hiszem ez volt. De a lényeg, amiben látszik itt a nagy turpisek, hogy mi nem adtuk be. Meg lehet nézni a parlament honlapján. Ezt mondta a hatház, és Magyar... megakadályozni. Én visszanéztem azt a levelezést, ahol erről volt a belső vita, hogy beadjuk-e vagy nem. Én nem foglaltam állást. Nem írtam erről semmit. Voltak, akik amellett érveltek, hogy beadjuk, a hadházi nagyon nem akarta, hogy beadjuk, nem is adtuk be, a szocialista párt beadta, és hogy még egy ilyen politika politikatörténeti érdekességet mondjak, az Együtt nevű azóta megboldogult pártból azért léphet ki Szelényi Zsuzsa, mert azt hiszem, ők is beadták talán, de ez már... nem ez, Te... már, kérdéses. ez már kérdéses, igen. Jó. Most a jelenlegi politikai közegben nem tudom, hogy 2026-ra mi a terve az LMP-nek, de a, a szikra táborban egyébként mondtál egy olyat, amit én arra értelmeztem a 26-os választásokra, hogy itt most mindenki együtt hal meg. Jól értem, hogy ez, ez arra utalt, hogy, hogy itt most mindenki elindul egyedül, megmérettetik a porondon, és akinek nincs meg az 5% az megy a sűjesztőbe, akinek megvan az 5%, nem? Nem. Akkor ez, ez hogy értendő? Lesz, igen, de nem. Lesz ilyen helyezési verseny, és az ellenzék állapotát le fogja írni az LP választás, de én ezt az 5%-ot A. nem tekintem ilyen mágikusnak, B. pedig a, a, azért itt, hogy milyen koalíciók fognak kialakulni, az egy érdekes kérdés. Tehát a Momentum meg a Párbeszédről mindig fölmerül, hogy ők együtt indulnak, vagy ez sokszor fölmerül most a... Párbeszéd meg az lmp -ről merül fel. Hát ezt kommunikálják nyilvánosan. De a politikai elitben sokszor fölmerül, hogy a Momentum meg a Párbeszéd együtt indul. Amelyben van ráció, mert az, ez, a, ez a liberális, radikális ellenzéknek egy ilyen all csapata tudna lenni, ahol ott van Donát Anna meg Tordai Bence. De... de kíváncsi vagyok, hogy ez megtörténik el, sok mindent el fog ninteni, és hogy az ellenzéken belül mire redukálódik ez a vita. Ha arra redukálódik, hogy ki a radikális és a mérsékelt ellenzék, arra szeretném elmondani még egyszer, de ezt még szerintem ezen a héten lesz lehetőségem elmondani, hogy nem kell minket ebbe, hogy mondjam, áttolni a másik oldalra, mert mi önmagunk választásából nem a radikális ellenzéki szerepre törünk. Nem a radikális ellenzék az NMP, az NMP mértékletes higgadt ellenzék. A radikális ellenzéken belül kíváncsi vagyok, hogy ki fog, öm, hogy mondjam, felülemelkedni, van egy tippem. Az nem, a demokratikus koalíció nem, a tippem. Igen, igen, nagyon jó tipp, és elég rosszul adják a fogadóirodák szerintem ezt a tippedet. Hát akkor, akkor azt látom, hogy semmi nem változik, és folytatódnak ezek a politikai mahinációk, az ügyködése, kikivel fog össze. Már a hajnal Miklós itt a szikratáborban mondta, hogy ő egyébként lát fantáziát bizonyos összefogásokban, vagy mit tudom én mibe. El, Elképesztő. De most ezt, ne, ezt, ezt nem tudod rajtunk számon kérni, mert minden mondatom arról szól, hogy ebből a pályából szeretnék kijönni. Tehát uh -huh. ezt most kivételesen rajtunk nem tudod számon kérni. Az Azért a... megpróbálom. Megpr meg lehet próbálni. A, az a probléma, hogy a, a, a. Valójában. És ezt nem. Tehát ezt elmondtam a szikravitában is. Tehát Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van valójában ezt mondja a Momentum is. Ha ezt mondja a Momentum is, én mind a kettővel vitatkozom, de miért kell kettő? Minek mind a kettő? Minek van az a párt, ami ugyanazt mondja, mint a DK? Azért, mert nem hívják Dobrevnek meg Gyurcsánynak a két ember? Tehát ez, 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 a nagy különbség? De alapvetően azért az a különbség, hogy a momentum az arra jött létre, hogy itt elsöpörje a régi ellenzéket, és akkor kitűzzék az ászlójukat, és akkor a fiatal erő majd meghódítja Magyarországot. Hát nem ez történt, hanem összeálltak a gyurcsányjal, és akkor most meg, hogy lelettek választva a gyurcsánytól, most kéne elkülönbözniük ö, határozottabban, nem? És most nem azért, tehát Mondok dolgokat. Gyurcsány Ferenc egy baloldali ember. Ezzel is lehet vitatkozni, de hát soha nem mondta ennek az ellenkezőjét. Dobrek Flára pláne. Dobreflára Flára ráadásul még tankönyvi szinten is baloldali. Tehát amiket állít a világról. Mert a Gyurcsány Ferencnek főleg a kormányzás alatt volt egy ilyen neoliberális kis kitérő. De. Igen. De a valakiket akkor őket nem érdemes szétválasztani, ha Én... már a Szerintem házasság még, mert, is őket. Hát attól még, mert valakik házastársak, még lehet véleménykülönbségük, szerintem. Mind a kettő politikus ugyanabba a pártba, ugyanazt az agendát. Én viszik. nem mondom, hogy ők radikálisan más gondolnak a világról. Azt mondom, hogy Dobre Klára egy klasszikusabb értelembe vett baloldali ember, mint Gyurcsány Ferenc. Ez hát jó. is. Oké. Okay. A momentumban mi az ideológia? Gelencsér Ferenc szerint az első Orbán kormány volt a legjobb kormány. Gerencsér Ferenc minden mondata megmozdulása olyan, mint a Magyar Demokrata Néppárt, Isten nyugosztalja őket, korábbi elnökének valami 96-os felszólalása a jobboldali polgári demokráciáról. Közben a Anna egy bal liberális ember, közben vannak még emberek, akik meg simán ilyen neoliberális típusú dolgok. Van egy katyvasz, de akkor most más... más... De fiatalok. Igen. Ez csodálatos. A van más, akkor van a szocialista párt, akik néha kitalálják, hogy baloldali fordulat, több baloldali fordulata volt a szocialista pártnak, mint mondjuk, nem tudom, én amennyi ruhát vettem életembe. Tehát kitalálják újra, hogy baloldali fordulatuk van. Akkor ez a baloldali fordulat nem tudjuk, miben áll, de ezt csinálják. Az, hogy a jobbik mit csinál, azt én egy fél éve tehát lepsénél elhagytuk őket út közbe. A jó Isten tudja, mit csinálnak, nem értem. A Gyöngyösi Márton a nyugatbarát jobboldali lett amikor ja, az igen. ő személye ez azért nem feltétlenül indokolja. Hát nem. Ö, igen, közben a vonának van a pártja, közben a Jakab Péternek is van a pártja, közben pedig a nem tudom, hogy a Mesterházi indul-e. Ezt csak azért akartam így elmondani, mert ami most folyik az ellenzékben, az a gyűrűk ura vége jelenet, amikor az orkok jönnek, meg a törpék, meg a mindenki, egy ilyen teljes káosz, és mi megpróbálunk ezen azzal felülemelkedni, hogy őszintén bevalljuk azt, hogy nem szól, Orbán Viktor leváltásáról ez a választás. Ezt még nagyon fontos elmondani, ezt nem fogja a többi ellenzéki uh -huh. párt elmondani. ez szerintem nagyon jó állítás. 2026-ban, ha, ha még ha több mandátumot szerez az ellenzék, mint a Fidesz, amit elég jó odzon adja a William Hill, hogy több mandátumot szerez, az egy kicsi esély van, uh -huh. akkor sem mond le Orbán Viktor. Tehát nem tudunk úgy szavazni az lp n hogy lemond Orbán Viktor. Tehát mi alapján tudunk szavazni? Az alapján, hogy ki mit gondol. Ennyi. Uh -huh. Na, ha már itt az orkokat megemlítetted, ugye van egy ilyen Pesti László, nagyot, nagyot, fut most mindenhol, ami szerintem egy oltári nagy kamu, de azért volt neki egy olyan kijelentése, hogy Schmidt Mária egyáltalán nem részese ennek az egész büdös bagázsnak. És akkor Tényleg, majd... én ezt nem is láttam. Ezt, ezt mondta, és akkor itt gondolom nagy kő esett le itt a, a családnak. Nem hiszem, hogy anyám ezt látta. <laughs> Nem hiszem, hogy nagyon érdekelni. De itt még megint ezekről a, a politikai, de akkor 2026-ra is el lehet ugyanezt mondani, hogy itt azért senkit ne ringassunk hiú ábrándokba, hogy itt most akkor megint, össz, megint van remény. Tök legitim kérdés. 2026-ba jelen állapot szerint lehet, hogy más fogok mondani két év múlva. 2026 ban ha ilyenek a számok, akkor azt kell meghatározni célnak, hogy elvesszük a kétharmadot. Ez, ez szerintem korrekt. És... Um, de 2026-ban legalább formál logikai lehetőség van Orbán Viktor leváltására. 2026... A sok játszmát le lehet játszani. 2024-ben -e. formál logikai lehetőség sincs. A 2024-ben azért szó lesz Európáról. Na most én arra kérek mindenkit, hogy és egy kérdés inkább. Az ezt hallgató embereket nem idegesíti halálba, amikor meghallják, hogy az Európai Unió miatt béke van, Ö, Európához tartozunk, komporszá... én a kompország szót meghallom, és Na, itt én elindul, elindul valamit, tehát az, az nagyon rosszat tesz a keringésennek. Az Európai Unió, tehát ezek, ezek az üres panelek, nem idegesítik halálba ezeket az embereket? Na és akkor ha itt a kompországról beszélünk, te, mint ugye földrajzott tanuló ember, és mint politikus, azért a Geopolitikával alapvetően biztos tisztában vagy, és akkor van ez a háromféle toposz Magyarországon, hogy Magyarországnak a kelethez kell tartoznia, Magyarország függetlennek kell lennie, kompországnak egy ilyen svájci függetlenséget kellene végrehajtania, vagy mi a nyugathoz tartozunk, ahogyan az ezer éve történt. És uh, egyébként most eszembe jutott volna Gábor, hogy ugye ő a Lomonoszov Egyetemen azt állította, hogy itt vagy függetlenség van, vagy keleti uh, társutas politika és akkor most meg azt mondja, hogy ha, itt csak a nyugat, itt semmi más, itt reformkor, eljövetelére várunk, stb., hogy te, te ezt hogy látod? Értelmezhető ez, hogy Magyarország független legyen úgy, hogy a földrajzi adottságok uh, sincsenek meg, és a az országnak a történelme sem, és igazából ez, ez mi, mint egy politikai tehát, tehát több, hogy tud tudnán... a, a, a nyugathoz tartozás kérdésében. Tehát Magyarország Közép-Európa keleti felén van ha a Momentum mozgalom 99,9%-ot kap a következő LP választáson, is Magyarország közép-európa keleti felén lesz, sőt, ha mindenki fölgyújtja magát. Tehát ez már nem fog változni. Ebből adódóan mi nem a nyugathoz tartozunk, hanem közép-európához tartozunk annak a keleti feléhez, és nekünk a természetes szövetségesünk Lengyelország, meg Csehország, meg mm. Románia, és nem Franciaország, meg Hollandia. Lehet ezen picsogni, de ez egy úgynevezett tény, ahogy a Mici mondaná. A másik, és amúgy, ha valamiről érdemes lenne Magyarország geopolitikai helyzetét tekintve beszélni, az a regionális analizmus kérdése. Mi uh -huh. ez a régió, ahol élünk? Ez a valódi kérdés. Öm, a nyugathoz tartozás megvan, egy nyugat nincs. Öm, Itt, bocsánat, elsősorban értékrendről szoktak beszélni az emberek. Az, az nincs. Tehát az Egyesült Államok egy merőben más értékrendű társadalom, mint uh, Nyugat-Európa. Nagy-Britannia egy más értékrendű társadalom, mint a Nyugat-Európa többi része. Öm, az Egyesült Államok nagyon sok mindenben nem európai, amúgy van egy nagyon nagy lenézés az Egyesült Államokkal szemben a öm, különböző ilyen nyugatos dolgokban, hogy ugye ott nincs magas kultúra, ami szerintem nem igaz, tök lényegtelen. Persze, hogy nem. Persze, de ez egy tök dolog. A valódi állítás az az, hogy nekünk nem azért, vagy nem azért kritizáljuk a Fidesznek ezt a keleti fordulatát, mert nem gondoljuk, hogy ne lehetne Kínával kapcsolatot tartani. Más dolog a gazdaság. Nem Teljesen az, más dolog. Hanem azt gondoljuk, amit a többi régiós ország nagyon egyszerűen leszűrt, néha a politikában a dolgok egyszerűek. Magyarországnak az a jó, minél messzebb van az utolsó orosz katona a határától. Hmm. Ez az érdekünk. Ebből adódóan ebben a háborúban nekünk mindent el kell követni azért, hogy elkerüljük, hogy totális orosz győzelem legyen. Ez, ez egy ennyire egyszerű egy per egy. És persze, ez nem azt jelenti, hogy mi idióták vagyunk, és tagadjuk azt, hogy az Egyesült Államoknak geopolitikai érdekei vannak, vagy geopolitikai szempontból részt vesz az ukrán háborúba. Ez egy úgynevezett szintén egy tény, Ettől még nem tagadjuk. Csak mivel nekünk nem az a feladatunk magyaroknak, hogy morálisan helyezkedjünk a globuszon, Schiffer-Andráson kívül a többi magyar nem érti, hogy ez lenne a feladata, meg még tudnék pár példát mondani, és le, leírja a világot morálisan, helyes, meg helytelen állításokkal folyamatosan, ezért nekünk ebben nem igazságot kell tenni, hanem a saját igazságunkat megtalálni. És a saját igazságunk az, hogy Oroszország nem győzhet totálisan, ez ilyen egyszerű. Működnek-e a szankciók? Attól függ, mi a céljuk. Ha az a céljuk, hogy Oroszország attól megsemmisüljön, akkor nem működnek, de senki nem gondolta, hogy ez a céljuk. Ha az a céljuk, hogy egy erős jelzést küldjünk arra válaszul, hogy ezt így, mint Európa nem fogadjuk el, akkor meg sikeresek. Jó, ez, ezzel egyet tudok érteni, igen. És akkor még itt nagyon, szerintem nagyon fontos a, a a politikai apátia és a politikával kapcsolatos undor, amit kifejlesztenek az emberek. Nagyon sokan vagy nagyon kevesen tudják szerintem úgy szemlélni a politikát, hogy így érzelemmentesen és megpróbálni racionálisan nézni. Én igyekszem ezt csinálni, és úgy gondolom, hogy sikerrel is járok ebbe, de én is túltelítődök. Most is úgy gondolom, hogy kell egy kis szünet nekem majd, és politikával foglalkozni. Az valahol egy, egy mocskos dolog, és egyébként tegnap olvastam újra Hanvas Bélának az interjú című leghíresebb eszéjét. Ő is azt mondja abban, hogy a politika az leszűkíti az embert, az a barbárokhoz hasonlítja az embert, és minden szűkítés süllyedéssel jár, és minden távítás felemelkedéssel, és így valahogy a, a, a művészetek felé próbálja terelni, még ha azt mondja, hogy neki a művész is kevés, de hogy Magyarországon a politika annyira terhelt műfaj, és a fiatalokat annyira elidegeníti, vagy felbosszantja, hogy sokan emiatt apolitikussá válnak. Mit lehet ezzel tenni, vagy, vagy mi, le, mi, lesz ennek a következménye, hogy az emberek elfordulnak a politikától szerinted? Szerintem a fiatalok mindenhol a politikusak. Tehát ez, egy, ez, is egy kutatott tény, hogy mondjuk a 70 év felettiek szavazási hajlandósága, meg az első választók, az azt hiszem pont az Egyesült Államokról láttam ilyet, az hogy nagyon nagy különbséggel az idősek sokkal nagyobb arányba vesznek részt. Ez egy természetszerű dolog, mert azért az annyira nem egy ilyen, okay. ilyen menő dolog a politika. A Viszont az is van, hogy szerintem a közösségi média és az a típusú közbeszéd, ami most, szerintem a politikai közbeszéd színvonala rettentő sokat csökkent az elmúlt 20-25 évben, és nem csak Magyarországon. És az azért van, az Egyesült Államoknak azért lett ilyen rettenetes politikája. Nemrég visszanéztem egy. Clinton-Bush vitát. Hmm. Én is nagyon szeretem visszanézni. Én a 60-as évektől e, visszanéztem. De már, de még a, a 60-as éveknek pláne, tehát mondjuk a, a Johnson vagy bármi ilyesmi, nagyon érdekes, de még a 90-es évek is érdekes, mert először nem tudod mi furcsa, amikor nézel, aztán látod, hogy megdöbbentő, hogy hagyják az embereket beszélni. Uh -huh. Tehát kap adórendszer, és akkor mind a kettő kap, mit, most mondok 5 percet és ezek tévébe mentek, tehát ez földi sugárzású tévébe mentek. És most mi a politika? Minden, 140 karakter, egy ezek a kedvenc ellenzéki Facebook posztjaim, van a színes háttér, és akkor ezek a nagy betűk, hogy ö, mit tudom, hogy van, Mészáros Lőrinc lopott, ö, jön az EU, ö, és akkor ez, ez, ez a politikai állítás. Tehát, és, ezek az, és nem csak a fiatalokat szerintem, de nagyon sok embert. Azért van ennyi bizonytalan szavazó a Magyarországon is, azért áll ilyen jól a Fidesz, mert egyszerűen a fideszeseken kívül a többiek nem akarnak részt a politikában, mert halálba frusztrálja tök jogosan uh -huh. ezzel. Nekem vannak ismerő akik nem politikával foglalkoznak, és azt szokták nekem mondani, hogyha kinyitják a Telex címlapot, és meglátják a belpolitikai híreket, akkor gyomorgörcsük uh -huh. lesz. És ez egy tök dolog. Tehát Magyarországon mik voltak? Jó, de ez miért van? De sajnos a hát világjelenség. Ez ez miért... A közösségi média szerintem nagyon rosszat tett a politikának. Rettentően. Rettentően és értem, hogy most van ez a Long Formnak a reneszánsza és a Joe Rogan is 6 órákat beszélget meg Na a Gulyás Márton is mindenkivel. Igen. Igen. Ez egy nagyon szép dolog, de azért ez egy kisebbséget ér el, és a kettő közötti idő, tehát amik feldolgozható idejű dolgok, amik nem 17 másodpercesek, és nem egyik megírna. 20 perc, 30. ilyesmi, perc. Azok, azok teljesen megszűntek, és a, a közben. A közösségi média buborékokat alakít ki, ahol az emberek nem érintkeznek egymás véleményével. Tehát én voltam a COVID alatt egy álprofillal, benne voltam a oltás, egy oltás ellenes csoportban. Ó, az izgalmas lehetett. És ez az oltás ellenes csoport a háború után átalakult egy ilyen kiállunk Oroszország mellett, vagy mit tudom én milyen csoportá ahol tényleg ilyen teljesen, telj, teljesen agy beteg és elméletek voltak, hogy a kedvencem az volt, hogy az amerikaiak Ukrajnából a, a ragadozó madarakat beoltották egy vírussal, ami csak a szláv emberekre veszélyes, mm. és akkor nem bírtam ki, és oda kommenteltem, hogy de hát az ukránok is szláv emberek, tehát akkor megmérgezték el magukat, de nem tűnt úgy, mintha megzavartam volna a gondolatiságot. Igen, hát olyan kontaok is voltak, hogy az Egyesült Államok ugye biolaborokat üzemeltet Ukrajnában, ahol csak az orosz etnikumú emberek írtására fejlesztenek, mit tudom én, miket, vegyi anyagokat, és akkor utána meg elmondják, hogy egyébként az oroszok meg az ukránok egy nép. És hogy egyesült Ez egy nagyon el jó ellentmondás, hogy orosz országot. etnikumú embereket akarnak meggyilkolni, majd elmondják, hogy amúgy Ukrajna keleti felén Upszal. orosz etnikumú emberek élnek, ez érdekes. De te, tehát, hogy ezek a Facebook csoportok, meg ezek az ezek identitásokat adnak embereknek, és folyamatosan visszaigazolják az egyetértésüket, és ezért, hogyha valaki valamin keresztül olyan, mint a nyúl ürege bekerül, uh -huh. akkor a végén már ott találja magát, hogy csipeket raktak mindenkibe, meg ja, Magyarország ja. nem létezik. Van egy ilyen is, azt hiszem. Ja. Lehet. és Ez és is Amerikából jött. Ez nem? is Amerikából, persze. Hát hát a minden jó dolog onnan, <laughs> a hamburger meg a konteók. Igen, hogy hogy Magyarország nem létezik, hanem egy részvénytársaság azt hiszem. Igen, igen, igen. Tehát, és, és ezeket régen is voltak összeesküvés hívők, persze, csak nem találtak ilyen könnyen egymásra. Úgyhogy uh -huh, én szerintem a közösségi média rosszabb tett a politikának. Szerintem is, és szerintem ezért fontos, hogy ilyen beszélgetések akár létrejöjjenek. És akkor egy utolsó kérdés, hadd zárjam, nem is biztos, hogy kérdés lesz, inkább csak tanácsot kérnék tőled, hogy mit kell nekem ahhoz tenni, hogy Gyurcsány Ferenc is eljöjjön ide, és egy kötetlen beszélgetés lefolytathassunk így kamerák előtt. Mi, a, mi, az a, mi az a módszer neked azért? Van rálátásod? Szerintem Te közelről írja a DK tudod... sajtóosztálynak, Igen? és elején Ért be azzal, hogy nem biztos, hogy a Gyurcsány Ferencet küldik. Ó. Van más dk Ó. is. Jó, de én a nagy ágyúra pályázok. Én azért meghallgatnám itt Vadai ágnes Vadai Ágnes, jó. Irok nekik, ezt meg tudom ígérni. Ül, Ungár Péter, köszönöm szépen, én hogy eljöttél köszön. velem beszélgetni. Sziasztok. Hello. Kell még valamit mondanom, Ildikó? Ildikó. <Szor> sorry, seriously. can I give you some fucking, fruit juice, or love some fucking yeah. fruit juice? De nem tartom egy mítikus figurának, akik életükben nem látták ezt az embert, akik azt hiszik, hogy ő valamilyen ilyen, mint, mint a Moho Jojo, a Powerpuff girls ben egy ilyen nagy gonosz, aki megjelenik, ez nagyon ügyetlen példa volt, na mindegy. Meg a lendvai, a lendvai, minden, a lendvai eljön. Igen.